A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány mintegy 10 éve támogatja az egészségügyi intézmény működését. A szervezet ebben az évben is várja a felajánlott adó 1%-okat. Jelentős bevételi forrást jelenthet az alapítványok civil szervezetek számára az adó 1%. Magánszemélyként a megfizetett adó 1%-a felajánlható egy regisztrált civil szervezetnek, további 1% pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak. Ez 2019-ben a Nemzeti Tehetségprogram. A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján 911 oldalon összesen 30.039 alapítvány közül választhatják ki az adófizető állampolgárok, hogy hova utalják az 1%-ot. Erről legkésőbb 2019. május 20-áig dönthetnek. Magyarországon 1996 óta van lehetőségük rendelkezni a személyi jövedelemadó 1%-ról, azaz az 1+1%-ról. Természetesen ez csak lehetőség. A központi költségvetés elkülönítve tartja nyilván a személyi jövedelemadó 1+1%-át. Tehát a befizetett adónk ezen részével gyakorlatilag nem számol a költségvetés. Az adó 1%-áról azonban általában csak az adózók fele rendelkezik. A törvények szerint a fel nem ajánlott, elkülönített számlán szereplő 1%-os összegeket különböző pályázatok finanszírozására fordítja az állam, de arról már az illetékes minisztérium dönt, hogy pontosan milyen tevékenységre, milyen fejlesztésre vagy egyéb célra írja ki a pályázatot. Így tehát csak azon adózók döntenek közvetlenül arról, hogy mire fordítják adójuk egy részét, akik kitöltik a rendelkező nyilatkozatot, és ezzel pontosan megnevezik, hogy mely szervezetet, illetve egyház tevékenységével értenek egyet. Szabolcs megyében többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány is várja a felajánlásokat. Nemrégiben például a Platán Kft. 500 000 forintot adományozott az alapítványnak. Tavaly szeptemberben civil ajándékkal gazdagodott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány. A Kántemusz Kórus Fesztivál nyitó hangversenyén 2000 forintos adományjegyeket vásárolhattak. A koncert bevétele kipótolva végül kereken 700 000 forint volt. Ebből a hallás élesség mérésére szolgáló készüléket, audiométert vásároltak. Tavaly az évvégi nyíregyházi városbál tombola bevételét is a kórház alapítványának ajánlották fel, amint egy 2 000 000 forintból 10 darab egyedi fejlesztésű tolókocsi tudott beszerezni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány, amelyet a parkolóházban helyeztek el. Vendégem a stúdióban az alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Franz Mónika. Köszöntöm itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. 10 évről kell beszélnünk, 10 év tapasztalatáról, illetve talán egy kicsit a kezdetekről, hogy ugye odáig el kell jutni egy szervezetnek, egy civil szervezetnek, hogy egyáltalán támogatható legyen az adózók felajánlott 1%-aival. Mi hozta életre, mi hívta életre annó 10 évvel ezelőtt ezt a szervezetet? Egy ilyen szervezetnek elsősorban az a célja egy közfinanszírozott intézményben, hogy a finanszírozással hivatalosan nem fedezhető költségeket tudjuk valamilyen módon kezelni. Ebben az esetben is, jelen esetben is ez volt az elsődleges cél, és mind a mai napig tulajdonképpen ennek jegyében dolgozik az alapítványunk. Ezt úgy kell érteni, hogy bár egy olyan intézmények, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház, aminek a közvetlen támogatása a feladatunk, óriási költségvetése van. Ettől függetlenül nagyon szoros finanszírozási szabályozók kötik meg a kezüket. Így nagyon nehéz kigazdálkodni olyan hétköznapi apró dolgokra szükséges keretet, ami pedig nagyon fontos a mindennapi betegellátásban. Például az irodákban nem megfelelő minőségű a szék.
vagy nincsen elég mikró a betegeknek ahhoz, hogy az ételt tudják melegíteni. Vagy légkondicionálás olyan régi épületekben, amelyekben ez nagyon komoly gondot jelent egy nagy meleg kánikula időszakban. Tehát számos olyan terület van, amire azt gondolnánk, hogy ez nem probléma, de igenis mégis problémát tud jelenteni. És ezek a kisebb-nagyobb dolgoknak a finanszírozása ilyen módon abszolút legálisan és gördülékenyen történhet meg. A másik dolog, amire szintén az alapítványunk komoly hangsúlyt fektet, az a szakdolgozók és az orvosok olyan tudományos munkájának, olyan szakmai fejlődésének a támogatása, ami szintén nem biztos, hogy közvetlenül költségvetési forrásokból finanszírozható. Gondolok itt például külföldi tanulmányutakra, külföldi kongresszusokra. Itt főleg fiatal kollégák támogatását vállaljuk, akiknek ez komoly problémát jelenthet. Ezzel is célunk az, hogy segítsük a kórház humán erő gazdálkodását, támogassuk, hogy a dolgozók szeressenek itt lenni, a fiatal kollégák ne menjenek máshova. Úgyhogy ezek nagyon olyan fontos célok, amik én gondolom, hogy abszolút nemessé teszik ezt a feladatot. 10 év nagy idő, tehát mostanra már biztosan elérte az alapítvány, hogy aki cégszerűen úgy érzi, vagy akár magánemberként, nem tudom, biztos ők is szóba jöhetnek, aki úgy érzi, hogy tud adni valamit, mert tudja, hogy hol keresse önöket. Na de az elején önök keresték a cégeket? Vagy volt esetleg egy előtszervezet, aki próbálkozott hasonló funkciót betölteni? Én nem tudom, hogy lett volna előtszervezet. Természetesen ennek az alapítványnak is volt egy gyermekkora, ahol igen, nagyon komoly tevékenységet kellett azért folytatni, hogy egyáltalán tudják, hogy létezünk. Én úgy gondolom, hogy ez mostanra révbe ért, és most már a gyerekbetegségeinket is kinőttük ezzel a gyermekkorral. Az idén kereken 10 éves már az alapítvány, és azt hiszem elmondhatjuk azt, hogy most már a helyi cégek előtt abszolút ismerté vált az alapítványunk tevékenysége. Örömmel fogadják a közhasznúság tényét is, mert ez nagyon sokban segít az adományok kezelésében. Ami még úgy gondolom, hogy szűz terület, vagy nem szűz, de van még mit javítani, az valóban az 1%-os felajánlásoknak a propagálása és a begyűjtése, ha szabad ilyen nagyon csúnyán fogalmaznom. Úgy gondolom, ez nem csak önöknek feladat, ez minden civil szervezetnek feladat, hiszen a felvezető szövegben hallottuk, hogy az adózók fele nem rendelkezik a felajánlható összegről. Igen, ez számomra nagyon szomorú, mert ezek azok az bevételek, tehát az 1%-okból befolyt bevétel az, ahol viszonylag szabadabban tud egy civil szervezet dönteni annak a sorsáról. Ehhez azt is érteni kell, hogy például a tavalyi évben befolyt 20 millió forintnyi támogatásunknak a fele az ilyen szabadabban felhasználható volt, ami semmi más nem jelent, csak az, hogy az alapítvány alapító okiratában leszögezett célok és szabályok mentén tudjuk ezeket saját döntésünk, illetve a kórház igényeinek a figyelembevételével továbbítani. A célzott támogatások, amiknek szintén nagyon örülünk, és minden világért sem szeretném, hogy az legyen az üzenet ennek a beszélgetésnek, hogy arra nincs szükség. De a célzott támogatás, ahol sokszor szerződések is kötik az alapítványt arra, hogy ezt pontosan mire fordítsa, ott nem jutnak szóhoz olyan igények, amik pedig nagyon fontosak lennének. Tehát ez az, ami miatt mi nagyon-nagyon várjuk ezeket az 1%-okat, és egyúttal szeretném megköszönni minden olyan cégnek, minden olyan támogatónak, magántámogatónak, akik tavaly az 1%-ukat nekünk ajánlották például. Mindenféle segítségüket és karitatív tevékenységüket, és bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Hány éve fogadhat az önök alapítványa ilyen jellegű támogatást? Tehát az 1%-ot mióta tudja
hasznosítani? Mióta listások ennek, hogy így kérdezem? Hat éve. El lehet-e mondani, hogy a felajánlott összeg évről évre hogyan változott, vagy ez egy ilyen? Hát én el tudom mondani, az egészen a tavalyi évig ez minimális összeg volt. Tehát azt következtettük ezek alapján, hogy a közemberek nem ismernek minket, tehát nem tudnak a létezésünkről, és ezt innentől mi egy komoly feladatként éltük meg, hogy ezen kell változtatni. Ezért is örültünk minden ilyen nagy rendezvénynek, ami a felvezető szövegben is megemlítésre került. Most a tavalyi évben 1 millió forintot kaptunk ezen az úton, ami már egy sokkal szebben csengő összeg, és úgy gondolom, hogy akkor ezen az úton szeretnénk tovább haladni. Azt el lehet-e mondani, hogy milyen arányban vannak az anyagi támogatások? Illetve gondolom, hogy itt azért tárgyi adományokra is gondolhatunk, tehát ez a két féle lehetőség. Igen, lehet tárgyi adományokra is. Az utóbbi időben gyakrabbá vált a pénzbeli támogatás, és ebből úgy lesz tárgyi adomány, hogy konkrétan az adományozó az esetek többségében meghatározza, hogy mire fordítsuk. És ekkor az alapítvány vásárolja meg azt az eszközt, amit az adományozó szánt az adományozott osztálynak, részlegnek, egységnek. Tehát ilyen értelemben tudunk eszközt adományozni. Egyébként példákat szeretnék mondani, hogy az utóbbi években például kardiológiai ultrahangkészülék, különféle endoszkópos felszerelések, operációs, ilyen speciális operációs technikai eszközök, komoly tüdőgyászati vizsgáló felszerelések kerültek így az alapítványhoz jutott pénzforrásokon keresztül az osztályokhoz. Összesen eddig eszközvásárlásra az elmúlt 3 évben 120 millió forintot tudtunk fordítani. Amikor nagyobb bevételi forrásaink adódnak, akkor pályázatot hirdetünk meg a kórházon belül megadott szempontok szerint. Alapvetően olyan szempontokat tűzünk ilyenkor ki célul, hogy nagy hiányt pótoljon, vagy valami egészen új dolog legyen, ami az országban első, és ezek után ismert pályázati szempontok alapján bíráljuk el a bejött igényeket. Tehát úgy gondolom, hogy az elmúlt években most már nagyon szisztematikusan törekszünk arra, hogy abszolút lefektetett szabályok mentén, az igényeket nyomon követve történjen minden támogatás, és történjen a befolyt források, bevételek, adományok megfelelő csatornába terelése. Ahogy önt hallgatom, számomra az látszik, hogy nagyon komolyan rendszerben kell gondolkodni. Igen. Tehát muszáj tervezni. Nem tudom, hogy mennyire tudnak előre tervezni, előre tekinteni időben, viszont abban is biztos vagyok, hogy mindig vannak váratlan igények, amiket rövid határidőn belül akár pótolni kell. Mennyire szokott bejönni mondjuk a hosszabb távú tervezés, és tényleg mennyire látnak előre időben? Én úgy gondolom, hogy mióta külön hangsúlyt fektetünk a szervezettségre, azóta a tervezettség is sokkal markánsabb lett, és így elérjük azt is, hogy a hirtelen tűzoltásként felmerülő igényeket is tudjuk fedezni, mert hogy tervezetten tudjuk a pénzeinket allokálni. A beszélgetés végére én egyetlen megjegyzést szántam volna, ugye itt hallottunk cégekről, nagy cégekről, akik akár folyamatosan is jelen tudnak lenni az alapítvány támogatásában, de ugye a kedves nézőknek éppen szerettük volna azt jelezni, hogy ők is, vagyis mindenki minden egyes ember támogathatja önöket akár. Így van. Ezt nagyon szeretném, hogy ez legyen a legfontosabb üzenet. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és tájékoztatta a kedves nézőket. Köszönöm szépen.